Nem drágul idén a pontja, magyarok kedvenc hala, így karácsonykor nem kell több pénzt szánni a halászlére. A beigli viszont drágább lesz, a dió ára ugyanis a tavalyihoz képest a kétszeresére emelkedett. Élő halat tavaly nem találtam, de most 900 forintért nem drága kilója. A debreceni legnagyobb halboltban nem emelkedtek az árak tavalyhoz képest. A halgazdaság vezetője azt mondta, hogy idén is a ponty a legjobban keresett hal, de a prémium fajták is jól fogynak, azok ára sem változott. Mi éves szinten 1500 tonna halat értékesítünk, és azt lehet mondani, hogy ennek a mennyiségnek nagyjából a felét azt a decemberi időszakban adjuk el, tehát közvetlen a karácsony előtti időszakban. Ez természetesen összefügg a magyarok halfogyasztási szokásával. Hal tehát lesz is, nem is kerül többe, mint tavaly. Várhatóan kevesebb lesz viszont az idén a diós beigli az asztalokon, mivel a legfontosabb alapanyag ára jelentősen megemelkedett. Hollókőről is drágábban kerül a budapesti piacokra ez a csemege. A hollókői beigli, a diós beigli nagyon híres, nagyon szeretik a vendégek, a vevők, viszem a karolcsonyi vasarba, a piacokra, Budapestre, és akkor hát most azért picit drágább lesz, vagy lehet, hogy nem is kicsit lesz drágább, mert tavaly be tudtam szerezni a diót 2000 forint, most még azért 4000-4500 tudom csak beszerezni. A beiglisütő asszony azt mondta, hogy a diós beiglit a mákossal is nehéz lenne kiváltani, mert a mák ára is jelentősen emelkedett a tavalyihoz képest.